Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt igazságügyi bizottság. Azt szeretném kérni, hogy vegyék tárgysorozatba, úgymond csak leltárba azt a problémát, miszerint szivárványos zászlót jelenleg ki lehet tűzni különböző közintézményekre. Egyelőre leginkább önkormányzati épületekre tűzik ezt ki, azonban egy lépése vagyunk attól, hogyha ezt tűrjük, hogy iskolák, óvodák homlokzatán is megjelenjen ez a finoman szóval megosztó szimbólum. A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló törvény 7. paragrafus első bekezdése szerint az meghatározott középületeken vagy azok előtt Magyarország zászlaját vagy a lobogót állandó jelleggel ki kell tűzni, illetve fel kell vonni. A zászló törvény 12. paragrafusa pedig általános kötelezettséggel írja elő, hogy a címer és a zászló lobogó használata során mindenki köteles megőrizni azok tekintélyét és méltóságát. Az elmúlt években rendszeressé vált, hogy a hivatkozott rendelkezéssel érintett középületek homlokzatára az egyes szexuális és nemi irányultságú csoportokat összefogó politikai mozgalmakhoz köthető úgynevezett szivárvány zászló került elhelyezésre. Ez pedig a közvélemény által kirívó személyrem sértésekkel, család és közösség ellenességgel azonosított LMBTQP mozgalom jelképeként az állampolgárok többségének meggyőződését, érzületét súlyosan sértő módon megbotránkozást kiváltva a helyi közakarat ellenében nagy nyilvánosság előtt kerül rendszeresen így módon közszemlére tételre. A szivárványos zászló középületeink homlokzatán a Magyar Nemzeti Lobogó mellett azzal azonos méretben, mint egy egyenrangúként történő elhelyezése sértő és lealacsonyító módon meggyalázza Magyarország zászlaját, a kiemelt büntetőjogi védelmet elvileg élvező nemzeti jelképünket. Mindezért a közjogi intézményeink és nemzeti jelképeink méltóságának fokozottabb védelme érdekében a zászlótörvény hivatkozott általános rendelkezésének kiegészítéseként egyértelművé téve azt gondolom, hogy a jogalkotó részéről szükségessé vált ennek a tiltószabálynak a bevezetése. Én ezért kérem a javaslat tárgysorozatba vételét, amit aztán módosító javaslatokkal természetesen lehet még formálni, ha nem tartanak teljesen tökéletesnek, de amennyiben ezt akár egy, mondhatnám, sunyi tartózkodással mégis elutasítják, akkor az azt jelenti, hogy ezután is ki lehet tűzni, akár a parlament épületére is, egy esetleges, ne adj Isten, balliberális fordulat után szivárványos zászlót. Éppen ezért szükségesnek tartom, hogy legalábbis tárgysorozatba vegyék. Aztán, hogy az országgyűlés mikor tartja majd szükségesnek ezt napirendre tűzni, az már legyen a plenáris ülés felelőssége. Köszönöm szépen. Köszönjük, tisztelt képviselő úr. Baloldali fordulat után bármilyen törvényt módosíthatnak, akár ezt is, amit most ön előterjesztett, amit adott esetben megszavazna a parlament. Tehát ennyi hozzáfűzni való. És kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván hozzászólni, ha elnök úr a szót tessék parancsolni. Köszönöm szépen, elnök úr. Nehéz indulatmentesen reagálni erre a javaslatra, amelyről mégis el kell mondanom, hogy azt gondolom, hogy felháborító. Felháborító azért, mert persze egy zászlóba kapaszkodva, szószoros értelmében is, az ön múltját ismerve, itt értelemben is, mégiscsak egy teljes közösség elleni fellépésnek az eleme ez, amely az önök pártjának az eddigi politikában egyébként ott van, és erre ezzel rácsatlakoznak a Fidesz-KDNP által az elmúlt években vitt politikára is. Ez a javaslat látszólag egy zászlóról szól, valójában akár közel 500 000 emberről, aki magát az LMBTQ közösséghez vallónak tartja, és az ilyen típusú javaslatok, mint ez a törvényjavaslat is számára azt az üzenetet küldi, hogy vannak politikai erők ebben az országban, amelyek az ő boldog életét próbálják valamilyen módon keserűbbé tenni. Erre sikeres próbálkozások is voltak, főleg a kormány oldal részéről az elmúlt években, most önök is erre rácsatlakoztak. Ha ezt nagyon röviden, vagy nagyon velősen kéne mondanom, azt gondolom, hogy egy náci pártól egy náci alapvetést hallottunk. Minden
pillanatában és minden szavában visszautasítom, amit mondott a képviselő, és természetesen nem támogatom ennek a napirendre vételét. Köszönöm szépen. Szabó Szabolcs képviselő úr, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, én nagyon rövid leszek. Én annyira szeretnék egy békés, nyugodt országban élni, ahol nem egymás ellen hergeljük az embereket. Ez a javaslat pont az ellenkező irányba halad, úgyhogy én nem tudom támogatni ennek a tárgysorozatba vételét. Köszönöm szépen. Több felszólalót nem látok, a vitát lezárom. Kérdezem, előterjesztőt kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra? Igen, tessék parancsolni önné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Sajnálattal látom annak megerősítését, hogy sajnos a Mi Hazánk mozgalom az egyetlen párt, amely a homoszexuális propaganda felvonulás betiltását követeli, hiszen mi a mára mindenféle szexuális devianciát népszerűsítő felvonulások ügyében se Gyurcsányék támogató, se Orbánék tűrő politikáját nem fogadjuk el, mi a tiltást szorgalmazzuk. Az, hogy törvényt esetlegesen módosíthatnak egy balliberális fordulat után, hát egyrészt kétharmados törvényeket nem feltétlenül, másrészt egyszerű többséget igénylő törvényeket sem feltétlenül ilyen megosztó kérdésben, hiszen sokszor egyfajta kamikáze akcióként láthatjuk különböző alpolgármesterek megnyilvánulását testületi döntés nélkül is, hogy ezt az ászlót kitűzik, tehát sokszor nincs meg még az ő táborukban sem az ehhez szükséges többség, és semmiképp se könnyíteném meg a lehetőségüket. Másrészt nem csak parlamentre való szivárványos zászlótűzésről van szó, hanem a jelenlegi gyakorlat szerint szerte az országban önkormányzati épületeken lehet ezután is kitűzni, sőt, iskolák, óvodák épületére is ezután is ki lehet majd tűzni, ha most önök nem szavazzák meg ennek a javaslatnak a tárgysorozatba vételét. Hiszen az a tapasztalat, hogy néhány éve már a Szent Koronát is szivárványos logóval meggyalázó deviánsok ellen hiába tettem feljelentést a BTK 334. paragrafusa szerinti nemzeti jelkép megsértése miatt, elutasították a feljelentést sajnos a rendőrség, a kormányzat sajátos jogértelmezése miatt. Sőt, egyébként szerintem a garázdaság definícióját is kimerítené a homoszexuális propaganda felvonuláson történő kihívóan közösségellenes magatartás, illetve magának az ászlónak a kitűzése is az én jogértelmezésem szerint. A rendőrség viszont elutasította az erre való hivatkozásunkat is, tehát úgy tűnik, hogy törvénymódosítás kell annak érdekében, hogy ezt a kihívóan közösségellenes magatartást a jövőben megakadályozzuk. Sajnos láthattuk a Fidesz részéről is, például a fővárosban is, például a Tarlós István vezette fővárosi önkormányzat tulajdonában álló mozikban éveken keresztül helyet biztosítottak az LMBTQ, STB fesztiváloknak. Sorozatos tiltakozásom után végre az utolsó éveiben már nem, tehát ez a siker ad erőt tulajdonképpen a felvonulás betiltásáért és a szivárványos zászló közintézményekre való tűzésének betiltásáért folytatott küzdelmünkben is a kormányzattal szemben. Ugyanakkor nyilvánvalóan Karácsony Gergely főpolgármestersége aggodalomra ad okot a devianciák népszerűsítése terén is. Ami a DK olcsó nácizását illeti, abban természetesen semmi meglepő nincs, nekik mindenről a nácik jutnak eszükbe, ennyit az ő szakmai hozzáállásukról, vagy a társadalmi problémák szakmai kezeléséről. Egyébként ők azok, akik egy kommunista utódpártól, az MSZNP utódpártjából, az MSZP-ből indultak egyébként, tehát ami az önkényuralmakat illeti, azokhoz igazándiból csak nekik van közük. Ami pedig Szabó Szabolcs momentumos képviselő hozzászólását illeti, én magam is egy békés, nyugodt Magyarországot szeretnék, tehát azt kérem, hogyha ez vezérli valóban, akkor támogassa ezt a javaslatot, hiszen pont az szerepel ebben a javaslatban, hogy vessünk véget annak, hogy egy ilyen megosztó jelképet tűznek ki egy önkormányzat homlokzatára például, ahol az adott település zászlajának, a nemzet zászlajának van helye normális esetben, az pedig, hogy a közakaratot megkerülve mindenféle helyi, akár képviselőtestületi döntés nélkül tűzik ki rendre ezt a finoman szóval megosztó jelképet, az semmiképp sem egy békés, nyugodt Magyarország irányába mutat. Nincs helye különböző politikai mozgalmaknak, mint amilyen az LMBTQ
P mozgalom is jelképeinek az önkormányzatok homlokzatán, iskolák, óvodák esetében még kevésbé. Remélem, hogy nem ebbe az irányba fogunk tovább mozdulni e szavazás nyomán, hanem végre véget vetünk annak, hogy szivárványos zászlót a nemzeti lobogó mellé tűzhessenek közintézmények homlokzatain. Ezért kérem, hogy támogassák e javaslatom tárgysorozatba vételét. Köszönöm. Most kérdezem, a bizottság tagjai támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Kérem, gomnyomással most szavazzanak. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 0 igen, 7 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom.